ebbe a burgonyába pontosan 14 hozzávalót töltöttem, ráadásul hamar elkészül. Gyorsan témánk, ez pedig az első lecke. A hamu jelen esetben az só. Sóágyon fogom berakni a sütőbe, ugyanis úgy szeretném szinte lehetetlenül puhára hőkezelni a burgonyát, hogy vizet nem magába szív, hanem minél többet lead. 180 fokon melegszik a sütő, mehet is be, amíg lehetetlenül vajpuha nem lesz. Jöjjön a burgonyába való, egy kis szalonna, csíkokra vágom, és hogy ne unatkozzon egyedül a lábasomba, egy kis kolbásszal ki fogom pirítani. És egy picit megolajozzuk az útját vajjal. Majdnem pörcösre kipirult a szalonna és a kolbász is, jöhet a hagyma. Előttem van egy brokkoli. Nem fogom az egész brokkolit használni, csak a szárát. Most csak demonstrálom a brokkolival, hogy általában ezt ki szoktuk dobni. Eszünk ágában ne legyen kidobni. A külseje viszont meglehetősen makacs, mondhatni ehetetlen, úgyhogy csak úgy, mintha egy uborka volna, vagy egy burgonya, meg kell hámoznunk. Én ezt most nyersen fogom használni, szeretném, hogyha valami roppanós is lenne a krémes töltelékbe, úgyhogy a kolbásszal megegyező méretű kockákra vágom. Körülbelül egy 60 perc alatt el is készült a burgonya a sütőbe, ha megnyomjuk, akkor ilyen vajpuha belül, tehát majdnem, hogy krémes. Kivágjuk a kis raptor tojásokat, most pedig következik egy kis technika óra. Szükségünk van a kézügyességünkre, kikaparjuk a burgonya belsejét, olyan sokat, amennyit csak tudunk, de azért ügyeljünk arra, hogy maradjon valamennyi fala a burgonyának. Így néz ki a kikapart belsejű burgonya, és azért sütöttem sóágyon, nem pedig vízben főztem, mert hogyha vízben főztem volna, soha az életben nem sikerült volna így kikaparnom a belsejét, hogy a külseje egybe maradjon. Belseje lesz a töltelék, hiszen vissza fogjuk tölteni a burgonyát saját magába. Ehhez azonban áttöröm a sült, áttört burgonya előttem, rakom is fel a tűzre, rakok hozzá egy korty tejszínt. A keményítőben gazdag és a vízben már szegény burgonya pillanatok alatt magába fogja szipkázni a tejszínt. Amíg ez megtörténik, gyorsan be is ízesítem, só és bors. Ahogy fölvette a tejszínt, egy picit visszamelegedett a burgonya, nem is kínzom tovább. Jöhet a többi ízesítő, tejföl, rengeteg reszelt sajt, cheddar, hagyjunk a tetejére is, úgyhogy nem rakom bele az összeset, krémesítek, jöhet a többi belevaló, pirított szalonna, kolbász és hagyma, rengeteg snidling és petrezselyem, és hogy legyen benne egy picit ilyen megmagyarázhatatlanul roppanós összetevő, az pedig a nyers brokkoliszár. Alaposan összekeverem. Hát ez így már önmagában egy köretelem, ezt fogjuk visszatölteni a burgonyába. Kétszáz-220 fokos a sütő, berakom. Egészen addig sütöm, amíg a sajt ráolvad a tetejére, a közepe átforosodik, magyarán, ahogy a nagyanyám mondta, besütjük. Az én számból szerintem ritkán hallani, de ehhez még egy jó korsó sör is. Szerintem passzol. Véget is ért ez a Lidl online főzőiskola rész. Remélem sok hasznosat tanultál, és majd kipróbálod ezt a receptet is. Ha tetszett, nyomj egy lájkot. Ha kíváncsi vagy a többi receptemre, és még többet is tanulnál, iratkozz fel. Új receptekkel, technológiákkal, élményekkel várlak a következő részekben is. Válogass a képernyő lévő közül.